250 millió forintos támogatást kapott Paksváros önkormányzata a Paksi Ipari Park Kft-től a Liget utcai projektre, melyből teljes körűen megújulhat az utca. Az erről szóló szerződés a kivitelezővel a napokban került aláírásra. Ez egy elég nagy forgalmú utca volt eddig is az iskola miatt, ugye a parkolási nehézségeket is okozott, amik főleg a reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, amikor a gyermekeket hozták és vitték a szülők. Ebből következően forgalomtechnikai munkákra is sor kerül. A közelben lévő Deák Ferenc általános iskolába érkezőket is érinti az útfelújítás. Az iskola kezdésig a járda térkövezését szeretnék befejezni az intézmény oldalán. Az út teljes körű felújítása tartalmazza a járda és az új útburkolat mellett a csapadék vízelvezetési munkálatokat. Teljesen új pályaszerkezetet kap az utca. Az egész útburkolat alatt egy ivóvízgerinc kell felújításra, tehát ki lesz cserélve a régi elavult ivóvízcső, és egy újat fogunk behelyezni. Ebből kifolyólag a projekt 120 napos időtartama alatt a gépjárműforgalomtól elzárják az egész utcakaszt. A gyalogos közlekedés a kivitelezés alatt mindvégig biztosítva lesz.